Üdvözlünk mindenkit ezen a különleges alkalmon, ahol egy fiatal, tehetséges művésznő, az én kedves nővérem első kiállításának megnyitóján vehetünk részt. A művészet mindig is rejtélyekkel teli terület volt a történelemben és napjainkban is. Épp úgy, mint a földünkön található, megmagyarázhatatlan jelenségek. Az évszázadok során az emberiség mindig keresztezte az alkotás és kifejezés útját. Miközben igyekezett megragadni a szépség, lelki szabadság és az érzelmi gazdagság finom részleteit. Az alkotások mélységei mindenkit másképp szólítanak meg. Ahogy próbáljuk szavakba önteni azokat, az elvont élményeket és érzéseket, melyeket a művészet kínál nekünk. A festészet, akár a múzsa csókja, egyfajta misztikus ajándék, a lélek mélyéről. Azok a pillanatok, amikor az ecset vonalai a vászonon táncolnak, olyan érzelmeket hoznak le a fizikai világba, amit nehéz szavakba önteni. Én arra szeretnék ösztönözni mindenkit, hogy ne csak nézze, hanem érezze is, ahogy saját, sebzett lelke a művészet által egy picit felszabadul, gyógyul és szabadabban szárnyal. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vesznek ezen az eseményen, és köszöntöm a művésznőt. Engedjük, hogy ez az este legyen egy felejthetetlen utazás a lelki szabadság és a művészi inspiráció területén. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Ami nekem benne van az érzelmeim, az érzésvilágom, az egész kis lelkemnek az ösztömege. Tehát, hogyha az életem kalandjai, az életemnek a különböző szakaszai, érzelmei, minden benne van. Tehát, hogyha valami kérdésetek, vagy nyugodtan válaszolok, és akkor egy jó szórakozást és kellemes estét kívánok nektek. Köszönöm! Thank you.
Vándor. Fent tudsz csak repülni, szárnyakat mélység nem ad. Hiába keresed, ami hontalan. Nézd magasra, s lásd. Madarak repülnek, de csak a magasba. Szárnyakat bontani akarsz, de hogy repülj, bátorság az egyetlen dolgod. Mi van?